Fényképek a koronavírus ellátóközpontból, csak így tudjuk megmutatni, milyen munka folyik ott. Azonban a klinikai központ elnöke összegezte az elmúlt másfél év tevékenységét a szívcentrumban az új eszközök átadása után. Így számokkal is érzékeltetni tudjuk, mekkora terhelés alatt vannak az egészségügyi dolgozók. 5-6 ezer járóbeteget, 5-6 ezer COVID-infektológiai beteget láttunk el, akik végül a klinikáinkon kaptak fekvőbetegellátást. Intenzív osztályon közel COVID-ellátás szempontjából több mint 1000 fő került ellátásra. A nagy számok szempontjából létfontosságú a diagnosztika, a PCR diagnosztika, ebből közel 330 ezer diagnosztikai vizsgálat történt. Ebben vannak olyan tesztek, amik a régióból kerültek Pécsre, és itt értékelték ki azokat a munkatársak. Az oltásokról is beszélt Sebestyén Andor. Emellett említenénk még egy számot, ami a COVID oltásokra vonatkozik. Ezek az oltások kezdete óta jelenleg egy jubileumi számhoz közelítenek, amit vélhetően a következő napokban el is fogunk érni. Ez a 250 ezredik oltáshoz közeledik. Néhány nap múlva érik el ezt az oltási számot. Ez is jól mutatja, hogy milyen intenzitással veszik fel a vakcinát a baranyaiak, mondja a klinikai központ elnöke.